A második tiszteleti kiállítás megnyitója után nyilvános üzenetet kaptam Eszter lányomtól a Facebookon. Papa, az jutott eszembe, hogy a legközelebbi világra szóló kiállítás megnyitódon, ha köszönetet mondanál valamelyik építész lányodnak a látványtervezésért, és megint túlságosan meghatódnál, ami amúgy tök jó, csak akkor én is sírok, meg majd más is, és az már tényleg temetés. Szóval akkor iktass közbe ezt a történetet, ez most az őszinte verzió, hogy valójában beszélünk ebben a családban, te majd kicsit disztingváljad. Úgy kezdődött, hogy 2005-ben meghívtak téged egy egyhetes művésztelepre Rábszigetre, te meg mondtad nekem, hogy menjek én. Erre én azt mondtam, menjünk együtt. A szervezők kértek egy művet cserébe a telep végén. Na, figyelj és tanulj, mondtad. Az lesz, hogy viszünk egy kész képet, kicsit majd úgy csinálunk, mintha kenegetnénk, és nyaralunk. De már, papa, én arra gondoltam, hogy akvarellezzünk. Rövid az egy hét olajra, meg nincs igazán műterem, stb. Szóval az akvarell pont jó lenne. Nem tudok akvarellezni, mondtad. Én meg pláne nem, papa, de nem baj, új dolgok, megújulás, kísérletezés, ilyenek, tudod? Na, a faszom akar megújulni, mondta, tényleg nem tudok akvarellezni. Ne izélj, már tök jó lesz, nem lesz ott senki, megszervezted, hogy egy héttel előbb menjünk, mint a többi népség katonaság. Ne vedd már olyan komolyan magad. Játék, izé. Te csak újuljál meg nyugodtan, én addig nyaralok, olvasok. Azért csak hozzál akvarell cuccot. Nincs. Menj, vegyél. Kell hozzá víz, festék, meg rongy. De biztos vannak ilyen hiper-szuper gadgettek is. Csúcsjó, germán vagy japán, ilyen-olyan ceruza, préselt madagaszkári majomszar, mit tudom én? Na, Léci, szeretsz vásárolni, nem? Bazd meg, ugyanolyan kurva makacs vagy, mint az anyád. Ja, az nem is a te anyád. Jó vanna, veszek-viszek egy-két dolgot. A mester azóta sem nyúlt olajfestékhez. Hogy ez a technika megmaradt immár majd 14 éve, a magam számára is azzal szoktam magyarázni, hogy az akvarellben rettenetesen sok a véletlen. Én alapjába véve rendes, precíz, német lelkű ember vagyok, szeretem a dolgokat rendesen megcsinálni, megdolgozni rendesen a felületeket, csak semmi esetlegesség. És ezt az akvarellnél nem lehet. Vagy egészen másképp lehet. Ide folyik, oda folyik, megszáradva teljesen másképp néz ki, csupa olyan dolog történik, amit előre nem lehet kiszámítani. És ez jó. A Szűcs 2009-2013 Akvarellek című 2013-ban megjelent könyvem hátsó borítójára ezt írtam. Ha én olyan képeket festenék, mint ameddig ellátok, az rettenetes lenne. Ha olyan képeket festenék, amit előre el tudok képzelni, hát azt nagyon nem szeretném. Szóval mindig történik valami váratlan, és ez egy nagy kihívás. Mert akkor azzal kezdeni kell valamit, esetleg arra felé kell tovább menni. Aztán lehet persze, hogy tök hülyeség. Hát ennyi.